Fogynak a napok és a lehetőségek, már csak két versenye van Szikszai Róbertnek arra, hogy megdobja a világbajnoki kvalifikációs szintet. A nyíregyházi diszkoszvető az elmúlt héten a veszprémi dobógálán 59 méter 29 cm-es teljesítménnyel az első helyen végzett, a budapesti szuperliga döntőn pedig 60 méter 94 cm-rel a második helyet szerezte meg Kerekes László tanítványa. Csütörtökön egy fővárosi meghívásos versenyen, vasárnap pedig a székesfehérvári csapatbajnoki döntőn lép dobókörbe Szikszai, aki elmondása szerint jó erőben érzi magát, és az elmúlt heti edzéseken a VB szinthez közeli eredményeket ért el. Veszprémben nyertem egy versenyt, a szuperliga döntő második lettem 60 méter 94-en. Igazán nem éreztem azt, hogy jól dobtam volna. Stabilan dobtam ezeket a 60 métereket, úgyhogy ha egy jó eredmény lett volna, egy 64 méternek örültem. Úgy érzem, hogy fizikálisan rendben vagyok, igazából ezt fejbe kell helyre tenni itt a mozgást, és ha sikerül, akkor a héten ezen a két versenyen sikerül megdobnom a szintet Dohába. Nyomást nem helyezek magamra, mert abból szerintem jó dolog nem fog is ülni. Úgy gondolom, hogy ha azt, amit edzésen tudok, azt tudom hozni, akkor megvan a szint, bizony benne sikerül. A jelenleg legjobb három hazai diszkoszvetőnek számító Kővágó Zoltán, Huszák János és Szikszai Róbert egyaránt a világbajnoki részvételre hajt, így akár egymás is motiválhatják a két versenyen. Tavaly évben, amikor a 64-35 dobtam, ott ugye Zoli 65 méter 50-et dobott, és biztos vagy benne, hogy ha ő ott nincs, akkor én sem dobok egyéni csúcsot. Mindenféleképpen motiváló az, hogyha tényleg egy nagyot dob valaki, és akkor tudom azt, hogy le kell őt dobnom. A világbajnoki szint 65 méter, de akár kisebb eredménnyel is el lehet jutni Dohába, mivel a szervezők a világranglistáról töltik fel a 32-es mezőnyt, amennyiben kevesebben érik el a szintet. A nyíregyházi atléták közül a gyalogló Helebrant Máté már korábban biztosította helyét a világbajnokságra utazó magyar csapatban.